Remek hangulatú programmal köszöntötte vendégeit a Victoria Pódium kettcsináló Turmix kulturális programsorozat nyárbúcsúztató őszköszöntő találkozója, amely a Victoria Rehabilitációs Központ alapítványának szervezésében indult. Az est témája ezúttal a meghívott művészek alkotói arszpoetikája, illetve az Egyházmegyei Múzeum kincseinek bemutatása volt. Azt gondolom, hogy törekedni kell arra, hogy a közönség, aki veszi a fáradtságot, meg esetleg még anyagi terhet is vállal, és eljön, az kapjon valami minőséget. Azt remélem, ez nem volt egészen tudatos, de úgy néz ki, úgy alakul, hogy a mai este egy ilyen Székesfehérvár eszencia lesz. Több oldalról megközelítve, de nagyon város szerető, város lényegéhez tartozó, városról szóló történetek, előadások, szereplők lesznek. Smahéi András Székesfehérvár megbecsült intézményvezetőjének előadásában a vendégek megismerhették az Egyházmegyei Múzeum kivételes értékeit, amelyek a királyi város múltjának talpontjai. Nagyon régi jó barátságban vagyunk Szarvas József doktor úrral, a Székesfehérvári Öreghegyi plébánián a képviselőtestületben együtt dolgozunk a plébániáért közösségért. Ugyanakkor családi barátok is vagyunk, szüleim, illetve testvéreim és az ő gyerekei. Régóta ismerjük egymást, tehát teljesen természetes volt, hogy a meghívására azonnal igent mondtam. Az est vendége volt a hazai könnyűzenei paletta székesfehérvári kiválósága Jancsó Gábor, a Blaha Louisiana zenekar gitáros zeneszerzője, aki a beszélgetésben visszatekintett a saját, illetve zenekara útjára, amely mára a csúcsra repítette az igényes muzsika országos kedvenceit. Szerintem a jó dolgok mindig úgy alakulnak, hogy alapvetően nem biztos, hogy tudatosság az első lépcsőfok, főleg a zenéről beszélünk. Úgyhogy igazándiból mi csak úgy elkezdtünk dalokat írni, meg zenélni, meg elkezdeni ugye a zenekarozás első lépcsőfokait, és így alakult szerencsére. Varga Tibor Javik szintén székesfehérvári és fotóművészetében is ragaszkodik szeretett városához, olyan pillanatokat rögzítve, amelyek élményt és megerősítést nyújtanak minden szemlélődőnek. Én alapvetően szeretem Fehérvárt, ahogy a képeimből is látszik, és hogy megragad igazából, mikor egy olyan pillanatot látok, ahogy úgy gondolom, hogy még nem láttam más képein, akkor azt nagyon szívesen megörökítem, hogy más is kedvet kapjon ehhez a városhoz. A jótékonysági esten a mozgássérültek Victoria Rehabilitációs Alapítványát támogatják a résztvevők.